Üdvözöllek benneteket! A mai órán az egyenlő szárú trapéz hiányzó szögét fogjuk kiszámolni. Nézzük a konkrét feladatunkat. Számítsd ki az egyenlő szárú trapéz hiányzó belső és külső szögeit, ha adott egy belső szöge, béta egyenlő 67 fok. Írjuk fel a trapéz belső, illetve külső szögeit. Érdemes a feladat elején ezt így külön kiírni, és aztán ahogy haladunk a feladattal, a meglévő, illetve a kiszámolt szögeket csak beírjuk. Mi az, amit tudunk? Tudjuk, hogy a béta 67 fok. Mielőtt hozzáfognánk a feladathoz, érdemes egy kicsit átismételni azokat a jellegzetes tulajdonságokat, amit az egyenlő szárú trapézról megtanultunk. Az egyik ilyen nagyon fontos tulajdonság, hogy az alapon lévő szögek, tehát az egyik alapon az az alfa és a béta, a másik alapon a delta és a gamma, ezek egyenlőek. A másik fontos tulajdonság, hogy a szárhoz tartozó szögek kiegészítő szögek. Tehát az alfa és a delta lesz majd 180 fok az összegük, illetve a másik száron lévő két szög, a béta és a gamma. Mivel jelen esetben a béta szögünk 67 fok, és tudjuk, hogy ha a béta 67, alfa ugyanannyi lesz, tehát egyszerűen számolás nélkül rögtön ki tudjuk tölteni, hogy alfa 67 fok. Most már számolnunk kell, mégpedig valamelyik szárhoz tartozó szögek. Mivel béta volt megadva, ezért a béta és a gammának az összegéből tudok elindulni. Föl is írjuk az összefüggést, béta plusz gamma 180 fok. A béta helyt beírom a 67 fokot, és a gammát ebből az egyenletből úgy fogom kiszámolni, hogy a 180 fokból kivonom a már ismert szöget, vagyis a 67 fokot. Ha 180-ból kivonunk 67-et, az eredmény 113 fok lesz. Így a gammához be tudjuk írni, hogy 113 fok, és tudjuk, hogy a másik alapon lévő két szög úgy szintén egyforma. Ha most kiszámoltuk, hogy gamma 113 fok, akkor a delta ugyanannyi lesz, őt is be tudjuk írni, hogy 113 fok. Láttuk, hogy hogyan számoltuk ki a belső szögeket. A külső szögeket számolás nélkül is ki tudjuk tölteni, ha tudjuk a megfelelő összefüggéseket. El tudnánk indulni abból az összefüggésből, hogy alfa plusz alfa prim 180 fok. De mivel láthatjuk, hogy az alfa prim az alfának a kiegészítő szöge, és úgy szintén az alfának egy másik kiegészítő szöge, a delta, ebből következik, hogy az alfa prim ugyanannyi, mint a delta. Ha a delta 113 fok, az alfa prim úgy szintén 113 fok lesz. A beta prim, mivel a beta prim a bétának a kiegészítő szöge, a beta pedig a gammának a kiegészítő szöge, ezért a beta prim ugyanannyi lesz, mint a gamma, úgy szintén 113 fok. Hasonlóképpen fogjuk kitölteni a maradék két szöget. A gamma prim, a gammának a kiegészítő szöge, a gamma pedig a bétának, ezek szerint a gamma prim ugyanannyi, mint a béta, vagyis 67 fok. És megmaradt még a delta prim, amely a deltának a kiegészítő szöge, ő pedig az alfa kiegészítő szöge, tehát a delta prim ugyanannyi, mint az alfa, vagyis 67 fok. Könnyűszerrel le tudjuk ellenőrizni, hiszen a 67 és a 113 ez 180-at ad, 180 meg 180 az 360, úgy a belső, mint a külső szögek összegeként. Ennyiből állt ez a kis feladat. Köszönöm a figyelmeteket!